A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Augusztus 18-a van Ilona névnapja. 188 éve ezen a napon született Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. 791 esztendeje meghalt Genghis Khan, mongol vezető, 57 éve pedig elkészült a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Ma este tartotta a VMS Szent István napi központi rendezvényét Palicson. Óriási tömeg volt ma is a szerb-magyar határon, órákat vártak az átlépésre az utazók. Nagy Feró és a Beatrice lépett fel tegnap este a Bácskosút falvi rekkiben. 28 gyerek részvételével színjátszó tábor zajlik Kavillóban a Tanya Színház székházában. Palicson megtartották a Szent István napi központi ünnepséget. A Vajdasági Magyar Szövetség által szervezett eseményen a hagyományos egyházak képviselői megszentelték az új kenyeret. Ezt követően beszédet mondott Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának miniszterhelyettese és Pásztor István a VMS elnöke. Az eseményről későbbi és holnapi híradásainkban bővebben is beszámolunk. A következő évben, években is számíthatnak a magyar kormány támogatására a vajdasági magyarok, mondta el Magyar Levente Szubjektív című műsorunk felvételén. A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese a Szent István napi központi ünnepségre érkezett Szabadkára és Palicsra. Hozzátette, a gazdaságfejlesztési program sikeressége már most látható Vajdaságban. Hangsúlyozta, mindig különös öröm és megtiszteltetés külhoni magyarokkal ünnepelni Szent István napját, mert ha valahol, akkor határon túl mindenki átérzi annak a jelentőségét, hogy ez az örökség ma is összeköt bennünket, hisz az elmúlt 100 évben a határon túliak sok megpróbáltatáson mentek át. A miniszterhelyettessel készült teljes beszélgetést hétfőn, augusztus 20-án 17 órakor nézhetik meg a Pannon Televízió műsorán. Pont az elmúlt 100 évnek a története mutatja azt meg, hogy milyen kegyelmi állapotban vagyunk ma, amikor van egy még egyszer kifejezetten történelmi csúcson lévő szerb-magyar viszony, egy stratégiai viszony a két ország között, mondhatom, hogy egy barátsággá alakuló viszony, ami korábban nem volt elmondható, és van egy erősödő Magyarország, egy erős magyar kormány, amely képes az anyország fejlődésének a gyümölcseit határon túl is éreztetni és a határon túliakkal megosztani. Tehát, hogyha mindezt egybevesszük, akkor azt tudom önnek mondani, hogy jók a kilátások. Szent István hazánkat hazánká és a keresztény Európa részévé tette, emelte ki prédikációjában Márfi Gyula veszprémi érsek a misén, amelyet a Szabadkai Szent Teréz Székesegyházban tartottak ma délután. Már szombaton délután 16:30 megtelt a Szabadkai Székesegyház hívekkel. Nagyon sokan kíváncsiak voltak az ünnepi szentmisére, és fontosnak tartották, hogy megemlékezzenek első szent királyunkról. Ő azt ránk hagyta a hitet, és ez, én ezt nagyon tisztelem, Szent Istvánt, ez miatt legjobban én tisztelem. Kereszténységet megalapította, ránk hagyta, ez is tisztelem legjobban. A szentmise pompáját emelte a Szabadkai Promuzika és a Zentai Hor Jézu Kamarakórus, valamint a Wushing vonós kvintett közös fellépése. A szentmisét Márfi Gyula veszprémi érsek celebrálta, aki prédikációjában megemlékezett Szent István életéről. Kiemelte, hogy a király főműve, hogy Magyarországot keresztény országgá tette. Ha valahol valami fogy, akkor máshol valami erősödik, idézte Arany János szavait Halna Jenő az ünnep kapcsán. Országalapítás, közösség, később nemzet,
És mindez annak köszönhető, hogy akkor ez megtörtént, hogy ma itt vagyunk, élünk a Kárpát-medencében magyarként, itt a délvidéken pedig úgy gondolom, hogy ha fogyva is, de bizonyos értelemmel erősödve. A szentmisén bemutatták és megszentelték az új kenyeret. Természetes anyagokból készült kézműves termékek, magyar nyelvű könyvek, tradicionális magyar ételek. A Szent István napi ünnepség előtt már délutántól kirakodó vásárral várták a Palicsra látogatókat. A Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi ünnepségén Palicson már délután 3 órától kirakodó vásárral várták az érdeklődőket, a kézműves termékek mellett több helyen könyvet is árultak. Az árusok többsége már évek óta kijár a Szent István napi rendezvényre. Könyveket árulunk, magyarországi könyveket. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne minden itt élő magyar számára, hogy fenntartsuk ezt a gyönyörű nyelvet. Csorba László fazekassággal foglalkozik, saját termékeit hozta el Palicsra. Kézzel-lábba pörgetjük a korongot, készítjük. Hányan dolgoznak ezeken a termékeken? Jó magam, meg a családom besegít. Többen az ünnepi szentmisétől egészen az esti koncertig végig kísérik a rendezvényt. Jó érzem itt magamat. Jó, itt maradunk, van szép program, mondjuk van minden, és akkor azért. Melyik a kedvenc része az ünnepségen? Mindegyik rész. A vásár is, a templomba is, itten a színpadon is, minden szép. Felemelő érzés egy ilyen ünnepen részt venni. Igazi magyarnak érzi ilyenkor az ember magát, azért szeretem legjobban. Szombat délután a bográsban már rotyogtak a pörköltek, és kürtős kalács illata lengte be a tóparti sétányt. Idén 3 napon át tartanak az augusztus 20-ai budapesti központi rendezvények. Hétfőn a hagyományok szerint a zászló felvonással, majd a honvéd tisztavatással kezdődnek az ünnepségek. Délután a szentmisére és a Szent Jobb körmenetre, majd az esti tűzi játékra is sokakat várnak a szervezők. Budapesten ma megnyílt a Magyar Ézek utcája, ahol egyebek mellett az ország tortája és az ország cukormentes tortája verseny győztes tortáit, valamint a Szent István napi kenyeret is meg lehet majd kóstolni. A fővárosi Várkert bazárnál felállított színpadon mindhárom napon több fellépő ad koncertet. Vasárnap este a Szent Gellért szobornál mások mellett a tankcsapda is fellép. Augusztus 20-án hétfőn a programok a hagyományoknak megfelelően a parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek, ahol katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a honvéd tisztjelöltek avatása, amelyen beszédet mond Áder János köztársasági elnök és Benko Tibor honvédelmi miniszter. Délelőtt Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes és Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából átadja a külhoni magyarságért díjakat az országházban. Szintén a parlamentnél a Dunán idén is lesz légi és vízi parádé. Déltől este 7-ig ingyenesen lesz látogatható a Szent Korona a parlamentben. Délután lesz a hagyományos ünnepi szentmise és körmenet. A Mária Rádió szerkesztősége elől 13 órakor indul a Szent Jobb körmenet, majd a Szent István bazilika elé érkezik. A körmenetet Székely János püspök vezeti. Augusztus 20-án a fővárosi programokat szokás szerint az esti ünnepi tűzijáték zárja majd. A magyar közmédia közvetítését a Pannon Televízió is sugározza. Ma és holnap tartják a koronázási szertartás játékokat Székesfehérváron. Az Árpádházi királyok életét liturgikus királylegenda formájában életre keltő monumentális szabadtéri színpadi előadást a magyar királyok egykori koronázó helyén nézheti végig a nagy érdemű. Az idei előadás mindkét estéjére az összes jegy elkelt. A nagy király 3. Béla halála után fiai között már jó ideje dúlt a harc.
Szent István, Szent László, Könyves Kálmár, II. Vak Béla és III. Béla után idén az Árpádház egyik legjelentősebb uralkodója, II. András koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező, aki egyébként augusztus 20. alkalmából a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét vehette át pénteken az Országházban, mint egy premier ajándékként több évtizedes munkájáért a nemzetszolgálatában. Amikor Istvánnal és Szent László koronázásával foglalkoztunk, akkor látnunk kellett, hogy hatalmas az irodalom, de ezek legendák. Ezek nem tények, tehát ezek legendák. Abban persze számszerű van. Viszont a II. Andrásnál már nagyon-nagyon sok tényt őrzött meg a történelem. Ezáltal a személyes élettörténet egyre hitelesebbé és egyre jelentősebbé válik. És bizony ezeknek az uralkodóknak a személyes élete nagyon gazdag volt, nagyon izgalmas, tele persze konfliktusokkal, de hát a konfliktus az dráma, és a dráma akkor a színpad. A színpadi mű II. András életének három fontos eleme, úgy mint felesége Gertrúd királyné 1213-ban történt meggyilkolása, az aranybulla kiadása, valamint leánya, a később szenti avatott Erzsébet élete köré szövődik. Egy ember, akit éppen királyák ennek, aztán elkezd uralkodni, vannak jó és rossz döntései, vannak kényszerpályák, aztán ugye a csúcs az aranybulla, amikor gyakorlatilag egy polgárháborús előtt egy pillanattal bármi lehetett volna, és egyszer csak meghúzza ezt a csúnya szóval élve ezt a lépést, hogy a hatalom bevezet egy saját önkontrollt. És olyan kiváltságokat erősít meg, és ad passzusba, nevezhetjük az első alkotmányunknak, és ami 1848-ig ugye kisebb-nagyobb változtatásokkal működött is, ami egészen egyedülálló a középkorban. A Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően határon túli magyar diák színjátszók is részt vehetnek statisztaként a koronázási szertartás játékban. A fiatalok ott voltak a próbákon és végigkísérhették az előkészületeket. Jó alkalom volt ez a történelemlecke átismétlésére is. Én egy kispap vagyok, és nagyjából én... hogy is mondjam, nem áll olyan közel hozzám ez a szerep, és azért volt izgalmas, hogy ilyen betekintést nyerni, hogy milyenek is voltak ezek a szertartások, hogy a papoknak mennyi részük volt benne, és hogy ez számomra eléggé új volt. Székesfehérvár szűkebb városközpontjába augusztus 17 és 19-e között a koronázási ünnepi játékok idejére beköltözik a középkor. Az összművészeti fesztiválon az ország egykori szakrális központjának, az Árpádházi királyok ősi koronázóvárosának falai között királyok, királylányok, lovagok jönnek szemben az utcán, fegyveres vitézek vívnak csatákat, énekmondók szórakoztatják a járókelőket, komoly és könnyű zenei koncerteket szerveznek a látogatók számára. Elhunyt az ENSZ volt főtitkára Kofi Annan. A Nobel békedíjas vezető 80 éves volt. Kofi Annan 1938-ban született Gánában. 1962-ben Kofi Annan a WHO alkalmazottja lett. 74 és 76 között a gánai turizmust igazgatta. Később ismét az ENSZ-nél dolgozott főtitkár helyettesként, azután humán menedzser 87 és 90 között. 96. december 13-án az ENSZ BT megválasztotta Kofi Annant az ENSZ főtitkárává. Hivatalba lépése 97. január 1-én volt. Ő volt az első fekete afrikai főtitkár. 2001. június 29-én ismét megválasztották. Ugyanabban az évben béke Nobel-díjat kapott. További három holttestet találtak a genovai hídomlás romjai alatt, így több mint 40-re nőtt az azonosított halálos áldozatok száma, írja az ANSA olasz hírügynökség. Egy 9 éves kislány és szülei holttestét találták meg egy teljesen összezúzott személy autóban. A szombat nemzeti gyásznap a tragédia miatt Olaszországban. Az azonosított áldozatok közül néhányat ma 11:30-kor búcsúztattak a genovai kiállító központban,
a város legnagyobb terén. A Polcsavera patak fölött 40 méter magasan álló Morándi autópályahíd 80 méteres szakasza keddélben omlott a mélybe, lakásokra, vasúti sínekre, gyárakra. Az A10-es autópálya részeként a híd a város keleti és nyugati részét kötötte össze, ezen lehetett eljutni a kikötővárosból Dél-Franciaországba, Piemontba és Lombardiába is. Kötelesség igazságot szolgáltatni az áldozatoknak, mondta Angelo Bagnasco, genovai érsek a hídomlás több áldozatának közös állami temetésén, amelyet a genovai vásártéren tartottak több ezer ember részvételével. A gyászmisét bemutató érsek 19 áldozat egymás mellett sorakozó fehér rózsakoszorúkkal borított koporsója előtt beszélt. A többi áldozat családja elutasította az állami szertartást, azt az államot is felelősnek tartva a tragédiáért. A szertartáson jelen volt Sergio Mattarella, olasz államfő, Giuseppe Conte miniszterelnök, a parlament két elnöke, a római kormány több tagja, több olasz tartományelnöke, Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, a külföldi áldozatok országainak diplomatái, valamint a két városi labdarúgó csapat, a Sampdoria és a Genoa klub elnöke is. Az első sorokban ültek az omlástól kezdve folyamatosan dolgozó olasz polgári védelem tűzoltóság emberei, akiket szintén tapssal köszöntöttek. A félnapos várakozás sem volt ritka ma a Horgos-Röszke autópálya határátkelőn. Azoknak is rengeteget kellett várakozni, akik más alternatívát választottak. A Nyugat-Európába visszautazó török vendégmunkások miatt kialakult kaotikus állapot még hetekig eltarthat. Ma sem volt érdemes a Horgos-Röszke autópálya határátkelőt választani. Jelenleg 1300 méterre állunk a határtól, a sor vége azonban nem itt van, hanem valahol kilométerekkel mögöttem. Szombat délelőtt az autópályán feltorlódott gépjárművek három sorban, vagyis szabálytalanul a leállóságban is araszoltak. Ez azonban nem tartott sokáig, ugyanis a helyszínre kiérkező közlekedési rendőrök a belső sávokba terelték a szabálysértőket. Egyes utasok a felüljáró hűvösében töltötték el az időt. Azok az autósok sem voltak túl szerencsések, akik a Horgos-Röszke közúti határátjárót választották, ugyanis itt is hosszú kocsisor alakult ki, a várakozás több óra hosszás volt. Stábunk olyan utasokkal is találkozott, akik az éjjeli órákban előbb az autópályán várakoztak, majd reggel a jó szerencsében bízva a közúti átkelőt választották. Azonban ez sem bizonyult jó ötletnek, hiszen még délben is a sorban araszoltak. Ide nagyjából 9 körül álltunk, de hajnal 2:50-kor oda a nagy határhoz, és 9-kor átjöttünk ide. Ugye annak reményében, hogy itt lehet haladni, de mint kiderült, nem. Igazából most már azon gondolkozunk, hogy valahol foglalunk egy szállást, mert nem hiszünk abban, hogy ma még átjutunk. Strašno. Evo za sad 2,5 sata. A ja ne znam koliko još ima do otprilike do tam. A bilo je da je ovaj najmanje opterećen. E sad šta je na drugima, šta je na ovom autoputu, šta je na Bačkim vinogradima, to ne znam. Ali strašno, ne, ne, neviđeno. Egy óránál rövidebb várakozási idő egyik átkelőn sem volt szombaton. A Nyugat-Európába visszautazó török vendégmunkások miatt kialakult kaotikus állapot még hetekig eltarthat. Így mielőtt valaki útra kell, elegendő ivóvizet vigyen magával, és időben tájékozódjon az aktuális határhelyzetről. A délutáni órákban 3-4 kilométer hosszú volt a sora horgosi autópálya határátkelőhely szerb oldalán. Az illetékesek stábunknak elmondták, hogy a határátkelőhely teljes kapacitással működik. Hozzátették, egész hétvégén, illetve a jövő hétvégén is várhatóak lesznek a torlódások, főként a vendégmunkások utazása miatt. Zadržavanje trenutno 240 minuta do naše granične kontrole. I plus toga prostor između naše granične kontrole i mađarske granične kontrole je popunjen u potpunosti. Tako da na ovih 240 minuta treba dodati i taj vremenski period koji je potreban od naše kontrole do mađarske kontrole da prođe. Na ulazu u zemlju nema trenutno zadržavanja. Megfulladt egy szabadkai turista Budván. Az eddigi információk szerint az idősebb férfinek egészségügyi problémái voltak, ez okozhatta a fulladást. A holttestet ma találták meg a Budvához tartozó Sveti Stefán település közelében.
Több újvidéki lakos maradt fedél nélkül, miután szerda délután kidőlt egy lakó tömb oldalfala a városban. A szomszédos telken egy új tömbházat készülnek felépíteni, amihez éppen az alapokat ásták, emiatt dőlt ki a fal. A beruházó magára vállalta a károsultak ellátását, valamint a megrongálódott épület rekonstrukcióját is. A lakosok azonban továbbra is kétségbe esettek, attól félnek, hogy utcára kerülnek. Mintha bomba robbant volna. Óriási zaj kísérte az újvidéki lakótömb oldalfalának kiomlását, mesélték a tömbház lakosai. A helyszín életveszélyessé vált, ezért a károsultakat még aznap egy motelben szállásolták el. Köztük van az újvidéki Kozmec Pávle is, aki 3,5 éve vásárolta a lakását, amely most lakhatatlanná vált. A nyugdíjas férfi 2 nappal az eset után is a régi lakása helyszínén várja, hogy mi lesz vele. Elmondta, hogy ígéretet kaptak arra, hogy 3 hónapig lesz hol aludniuk. A károsultak viszont attól tartanak, hogy akkor sem lesz hová visszajönniük. A kidőlt oldalfal mellett lévő telken egy több emeletes épület felépítését tervezi az újvidéki Astroplan vállalat. A legtöbb károsult őket okolja a kialakult helyzet miatt. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a vállalat még nem is rendelkezik építési engedéllyel, ennek beszerzése ugyanis folyamatban van. A korábbi épület lebontására ugyanakkor a vállalat állítása szerint minden engedélyt megkaptak. Mint mondják, felméréseket végeztek a szomszédos épületek helyzetéről is, és minden óvintézkedést megtettek, hogy azok ne sérüljenek. Ők sem értik, hogy hogyan történhetett meg az, hogy a szomszédos lakótömb oldalfala teljesen kidőlt. Elmondták, a károsult lakókat igyekeznek minden szempontból kárpótolni. Dobrilak Nézsevics hozzátette, igyekeznek minél előbb megoldani a helyzetet. Jelenleg további utasításokra várnak az ellenőrző szervektől. A minimál bér növekedésével kapcsolatos tárgyalásokat várhatóan szeptemberben kezdik meg, írja a Blitz. A munkavállalók szakszervezetei 5000 dinárral magasabb minimális havi jövedelmet követelnek. A munkaadók azonban csak 1600 dináros emelést kínálnak. A kormány 2500 dináros emelést ígér. A minimál bér Szerbiában jelenleg 24.882 dinár, amelyet 350.000 munkavállaló kap meg Szerbiában. Idén január 1-től 10%-kal emelkedett a minimál bér. Fontos, hogy a nemzeti közösségek éljenek jogaikkal, jelentette ki ma Maja Gojkovics a nemzeti tanácsi választások kiírása kapcsán. A szerbiai parlament elnöke azonban arra emlékeztetett, hogy ezek a nemzeti tanácsok nem a politikai pártokat helyettesítik. Hozzáfűzte, ezek a testületek fel vannak hatalmazva, hogy önállóan döntsenek az adott nemzeti közösséget érintő bizonyos kérdésekben a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat terén. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Először tartottak himnológiai konferenciát Szabadkán. Fényképész képzést tartanak Szent Tamáson. Ismét egyre több a migráns a magyar-szerb határövezetben, a legtöbbjük a Horgos közeli elhagyatott tanyákon bujkál. A bevándorlók a nappali órákat főként alvással és pihenéssel töltik, ugyanis éjszaka az illegális határátlépéssel próbálkoznak. Az egyik pakisztáni migráns tábunknak azt mondta, már többször is kísérletezett, de eddig sikertelenül.
amint egy 20 főből álló csoport tagjai Belgrádot is megjárták, de a különféle problémák miatt gyorsan észak felé indultak. Mint mondják, nem adják fel, és Magyarország, illetve Horvátország felé tovább próbálkoznak az unióba szökéssel. Társadalmi szerepvállalásról, kulturális programok támogatásáról és a kivándorlás megfékezéséről is értekeztek az első vajdasági üzleti találkozón Magyar Kanizsán. A Tiszaparton megrendezett kerekasztal beszélgetésen mintegy 45 vajdasági magyar cégvezető és képviselő vett részt. Több mint 2 órás kerekasztal beszélgetésen vettek részt a jelenlévő vállalkozók. A társadalmi szerepvállalás fontosságáról, a munkaerő megtartásáról, valamint az ezzel kapcsolatos problémákról értekeztek. A zentei Tisza Automotive Kft. Is képviseltette magát az eseményen. A legnagyobb probléma, úgy látom, hogy az elvándorlás a résztvevők körében, viszont én úgy gondolom, hogy abba tudtam segíteni nekik, hogy egy picit elgondolkodtattam annak abban, hogy mi az az eszközök ennek a megtartás, mármint a munkavállalók megtartására, a munkaerő fejlesztése. Hát nyilván a HRS, aki mindennapos dolgokban részt vesz, ismeri a munkavállalóikat, és olyan környezetet segít kialakítani az ügyvezető részére, a vállalkozó részére, ami sikeresé tudja tenni a vállalatát. A rendezvényt a Vemszika Szerbia Ifjúsági és Kulturális Egyesület hívta életre, a Vajdasági Baráti Egyesülettel karöltve, azzal a céllal, hogy a jelenlevőket ösztönözzék a non-profit szervezetek munkájának további támogatására. Gyakorlatilag itt már mind olyan cégek jöttek össze, amelyek társadalmilag érzékenyek, és az ilyen radarjuk már nagyon kifinomult, de talán azt sikerült elérni, hogy ezek a cégek a saját üzleti körükben tovább terjesszék a közösségépítő akcióknak a fontosságát, és hogy mondják el üzleti partnereiknek, hogy érdemes odafigyelni a civilekre, a civil kezdeményezésekre, hiszen a nagyvállalatoknak, a kisvállalatoknak minden munkása tulajdonképpen egy civil. Az eseményen részt vett Fejszámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó irány az, hogyha elindul egyfajta kommunikáció egymás között, hogyha le tudunk ülni egymással közösen egy asztalhoz, és át tudunk beszélni olyan nagy horderejű problémákat és kényes problémákat is, mint amilyen az elvándorlás. A rendezvényt a magyar kormány támogatta. Nagy Feró és a Beatrice koncertezett tegnap este Bácskosútfalván a Rekiben. A fennállásának 40. jubileumát ünneplő zenekar az újabb zeneszámok mellett a régi nagy slágereivel is megörvendeztette a nagyszámú vajdasági rajongótábort. Már jóval a koncert kezdete előtt érkeztek a rajongók a rekreációs központba Bácskosútfalváról és a környékről is a vajdaságban is népszerű Beatrice együttes fellépésére. Szeretem a Nagy Ferót meg a Beatrice-t, mert hát a régi slágereiket az nagyon-nagyon szeretem. A kedvenc dalom az Illaberek, amivel a mai cám az itt van. Nekem nagyon tetszik, hogy ez az esemény így létrejön. Persze, hogy ismerjük, szeressük. Azért is jöttünk a koncerten, mert szeressük. Van-e kedvenc dalotok? Hát mi a 8 óra munka, 8 óra, mi más? A Bácskosútfalvi Fábrik család igazi nagy Beatrice rajongó. Teljes létszámban a jellegzetes piros-fehér pöttyös mintás kiegészítőkben érkeztek. Gyerekek is szeretik, feleségem is szereti. Én főleg szeretem a Beatrice-t. Legénykorunkban nagyon sokat hallgattuk társasággal, és nagyon örülünk, hogy eljutott Bácskosok. Bácskosútfalvára, Nagy Feró, és itt meg tudjuk ünnepelni ezt a jó koncertet. Tudunk egy jót bulizni majd. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Nagy Feró és a Beatrice fennállásának 40 éves jubileumát ünnepli idén. Így a repertoárban újabb és régi zeneszámok is szerepeltek a nagyszámú rajongótábor örömére. Tőled nem tudok mondani, hogy melyik a legkedvesebb. Minden meghívásnak örülünk. De ez így van Magyarországon is, hogy olyan nincs, hogy ez most jó, azért, mert a közönség szerette, nem szerette, nem. Én úgy gondolom, hogy eleve átlépni a határon,
amely képzeletbeli határ. Számunkra egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon fontos feladat. Nagy Feró azt is elárulta, hogy továbbra sem áll meg a Beatrice, ősszel új lemezzel fogják meglepni a közönséget. Péter révén a Kismoholi strandon tartották meg ma a falunapot. A rendezvényen birkapaprikás főzésben és asztalterítésben is versenyt hirdettek. Birkapaprikás rotyog a bográcsban Péter révén a Tiszaparton. Szóval a hús adja meg az egésznek az aromáját. De most, hogy mennyi sót, mennyi borsot, mennyi köményt teszünk hozzá, az az ízlés dolga. A főzőversenyre baráti társaságok, családok és vállalatok is beneveztek. Najbitnije druženje. Jel ja već par godina unazad dolazim na ove manifestacije, tako da volim prirodu, volim druženje, volim da živim. Az ételek mellett a zsűri díjazta a legszebb terítést is. Volt, ahol klasszikus porcelán, volt, ahol modern mogyorós díszítés került az asztalra. Tavaly is részt vettünk már ezen a rendezvényen, és annyi, hogy elismerést kaptunk, de sok dicséretet, de nyerni nem nyertünk, most az idén szeretnénk. Az idén 6. alkalommal tartottak falunapot Péter révén, amit másodszor szerveztek a Tiszapartra. No, jako sam zadovoljan mojim ovde, zato što sam učestvovao lično u sređivanju ove Tise, onako, naravno i kao predsjednik opštine, ali mislim i kao privatno lice da sam učestvovao s ovim ljudima ovde i sredili smo ovu plažu, ovu Tisu na kojoj su oni ponosni. A rendezvény ideje alatt gyerekfoglalkozásokat és sportjátékokat is szerveztek a résztvevőknek, este pedig diszkóval zárul majd a program. Először tartottak himnológiai konferenciát Vajdaságban. A Dél-Kelet-Európai Regionális Himnológiai Konferencián az egyházzene és kántorképzés témáját állították középpontba. Miklós Réka egyházzenészként is tevékenykedik. Szeretné, ha ez a konferencia egyre népszerűbbé válna a Vajdaságban is. A Nemzetközi Himnológiai Társaság egy kutatótársaság, és ez a konferencia első ízben kerül megszervezésre. A Himnológiai Társaság Európa szerte és világszerte több konferenciát is szervez. Ez a legelső dél-kelet-európai konferencia. Az érdeklődők egyházi magángyűjteményekből származó kiadványokat is megtekinthettek az eseményen. Barna Gábor, szegedi néprajzkutató, a Mezei Kántor család énekeskönyveiről tartott előadást. Ezekben az énekeskönyvekben kétféle éneket szerepeltettek, részben az adott településen kedvelt és az adott korban ismert énekeket mindenféle alkalomra, egyházi ünnepekre, temetésekre. Orosz Otília Valéria legfrissebb kutatásáról, a kántortanítók életéről és sorsáról beszélt a konferencián. Úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos ez a történet, hiszen a kántortanítóknak annak idején kettős minőségben kellett helytállniuk, tanítóként legtöbbet összevont osztályokban, illetve kántorként is a gyülekezetekben. A konferenciát követően még az idén meg fog jelenni egy konferencia kötet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában. Színes gálaműsorral ért véget ma a jubileumi 30. Szép Szótábor Kishegyesen. A résztvevő gyerekek bemutatták a közel egy hét alatt tanultakat. Istenek egy boldog menyasszony, Lenne Mária neve. Vének, vénes, mutat, útja, szavát nem érti senki sem. Versekkel, színjátékokkal, beszédtechnikai gyakorlatokkal várták a szülőket és az érdeklődőket a Szép Szó táborozói. A szervező elmondása alapján emberpróbáló tábor volt az idei, hiszen kevesebb, mint egy hét alatt kellett a résztvevőknek megtanulniuk a rájuk osztott szerepeket, verseket, hogy azokat szépen hangsúlyozva adhassák elő a szombati gálaműsoron. Én külön kértem idén az oktatókat, hogy ne legyen produkcióorientált ez a munka, hiszen nem az a szándék, hogy most minél több helyre elvigyük, hanem hogy minél többet át tudjunk adni tudásban, módszerekben a gyerekeknek. De így is azt gondolom, láttam mindegyik előadást már, hogy kiváló produkciók születtek, és hát egy nagyon tartalmas gálaműsort tudunk szolgáltatni a közönségnek. Tudod, neki vagyok én, rózsafavindul, olyan piros. Se bimbo, se rózsa, akkor a csillag az ég, úgy rögy a két szemek, mint a nyár ég volt.
Természetesen a táborlakók a meleg időjárás és a feszített munkatempó ellenére is kiválóan helytálltak. Szeretek minden verset és minden műfajta, nem csak szavalással foglalkozok, vers, vagy akarom mondani, mesét is szoktam mondani. Kedvenc foglalkozások, szeretem igazából mindegyiket, egy kicsikét hosszúak, meg nehezek, de hát ez belejár. Negyedik alkalommal vagyok, és ami visszahúz a táborba, az nyilván az, hogy rengeteget tanulunk, és rengeteg hasznos dolgot tanulunk, és itt a gálán méghozzá a szülőknek is be tudjuk mutatni, illetve a házi bajnokság, ami egy igazi versmondónak egy álom. A 30. szép szó tábornak gálaműsora teltházasan ért véget. A szervezők bíznak abban, hogy jövőre is hasonlóan nagy érdeklődés övezi majd ezt a tábort, hiszen ez Vajdaság területén is egyedülállónak számít. Manapság már nem csak profi fényképészek készíthetnek jó fotót, hiszen a kisebb méretű gépek, sőt még a mobiltelefonok is alkalmasak lehetnek erre a célra. A jó fotó alapja azonban a jó beállítás. A Szent Tamási egynapos képzésen erre szerették volna megtanítani a résztvevőket. Most jó, most ez a ugye? A fényviszonyokhoz beállítani, kellőképpen élesíteni, majd kattintani. Ezeket az alapokat tanulták a Szent Tamási gyerekek szombaton délután az egynapos képzésen. Egyesek profi fényképezőgéppel, a fiatalok viszont mobiltelefonnal próbálkoztak minőségi képet készíteni. Szeretnék tovább fejlődni, mert pár dolgot már anyukámtól is megtanultam, mert ő fényképésznő, de hát azért már pár dolgot is tudok, például a kamerát beállítani, és ilyen dolgokat, de szeretnék most például szép képeket is tudni csinálni. Azért jöttem ebbe a táborba, hogy bírjak szép képeket csinálni, és tanuljak is képeket csinálni, meg hát, hogy tükörből is, amikor csinálok képet, hogy mondta a Nati, hogy úgy kell tartani, hogy mi is látszunk. Manapság már mindenkinek adatott a lehetőség, hogy fényképezzen, ám a beállításokra, a kép mondani valójára ügyelni kell. Régebben az analóg fényképezőgépeken megvolt, hogy 36 vagy ugye átlagban mennyi film van egy tekercsen, és ugye az embernek jól meg kell gondolni, hogy mit fotóz ma már, meg hát a memória sok ráfér a memóriára fénykép, úgyhogy az emberek csak nyomogatják, és nem gondolkoznak azon, hogy na vajon mit fotózunk le, és egy kicsit ezzel szeretünk volna foglalkozni, hogy a beállításokkal is tudjanak bánni. A Szent Tamási Gion Nándor emlékházban a nyár folyamán több foglalkozást tartottak. Fényképészetben is vannak nagyon sok rejtett titok, amit nem mindenki érez, és én gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon fontos, hogy valaki elmondja azokat az alapvető dolgokat a fényképezésről, a beállításokról, és hogy mit, hogyan kell fényképezni. A fotózási tanfolyam a tervek szerint folytatódik. A következő találkozón a portrét és a különböző fényviszonyokhoz való beállításokat mutatják be az oktatók. 28 gyerek részvételével színjátszótábor zajlik Kavillóban a Tanya Színház székházában. A tábort a törökfalui Százszor Szép Művelődési Egyesület szervezte. A tábor résztvevői a Ludas Matyit vitték színre sajátos formában. Eljött az a nap, amikor így a jó sok meséből kiválasztottunk 3 darabot, és abból is csináltunk jeleneteket, és utána pedig az a nap jött már el, amikor már kiválasztottuk az igazi mesét, amit el fogunk játszani. A darab rendezője elmondta, hogy könnyű volt a közös munka. A gyerekek a saját ötleteik alapján dolgoztak. Felnőtteket nekem kell rendezni, de a gyerekeket, ők saját maguk kitalálnak mindent. És így lesz az övéké, a játék. A tábor szervezői a sokszínűségre törekedtek, és a színészet mellett meg annyi programmal készültek. Itt nem csak színészettel foglalkoznak a gyerekek, hanem a Művelődési Egyesülethez tartozó gyermek néptánccsoport is, és leánykórus is itt van,
és akkor ezért kapta az első 100-szor szépes szivárványtábort nevet. A tábor vasárnap gála műsorral zárul. A híradó végén pár mondat az időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerepe, a megjelenő gomoly felhőkből legfeljebb néhol alakulhat ki rövid zápor. Időnként megélénkülhet az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 13 és 19, délután 30 és 34 fok között alakul. A következő hét napban fokozódik a hőség, hőhullám érkezik, figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Szerbiában napos és meleg időre van kilátás, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. A meteorológusok mindenkit óvatosságra intenek és arra kérnek, hogy figyeljék az időjárás előrejelzéseket. A kánikula miatt könnyen előfordulhatnak erdőtüzek, emiatt a következő három napban citromsárga riasztás van érvényben az egész országban. Futballcipőkből és mezekből álló ajándékcsomagot kaptak ajándékba a topolyai TST gyerekfocistái. Az ajándékokat Juhász István Ausztráliában élő vajdasági származású fiatalember hozta, aki külföldről is követi és szereti a topolyai focit. Lelkesen edzenek a TSC kis focistái. A 8-10 éves korosztály hetente 4 alkalommal dolgozik azon, hogy sikereket tudjanak elérni. 8 éves vagyok, és olyan 3,5 éve járok edzésre, és ez focira, és az edzések nagyon jók. Néha egy kicsit rosszak is, de a legtöbb az nagyon jó, és én kapus vagyok. Már 5-ször is nyertünk kupát, és úgy gondolom, hogy amiket csinálunk az edzésen, azok nagyon fontosak lehetnek a meccsen, mint a dupla passzok, és ilyesmi is ebből, amit tanulunk edzésen, abból taktikákat bírunk összeállítani. Juhász István Ausztráliában élő vajdasági származású fiatalember és családja látogatta meg a pénteki edzést. Külföldről is követi a hazai focit, és úgy döntött, megajándékozza a klub kis tehetségeit. Én a János már 20-valány éve ismerem, és mi gyakran szoktunk beszélgetni, és nekem volt ilyen labdarúgó felszerelés, amit a gyerekek már nem használnak, és úgy döntöttem, hogy oda ajándékozzuk a TSC-nek. A mezeknek, futballcipőknek nagy hasznát veszik majd, hiszen a gyerekek gyorsan kinövik a felszerelést. Az anyagiakon túl eszmei értéke is van az ajándéknak, mondja Zsemberi János, a TSC elnöke. Nagyon örülünk annak, hogy egy barátunk, aki ráadásul nem is topolyi születésű, hanem kullai, a felesége Zéntai, hogy a TSC-t követi, a TSC klub gyerekének hozza ezt az ajándékot, és hogy minket szeret és bátorít onnan is, és a mi mérkőzésünkre jön el, amikor itthon van, úgyhogy ez egy jó érzéssel tölt el bennünket. A klub vezetősége a kedves gesztus viszonzásául egy TSC mezt ajándékozott Juhász Istvánnak. Novák Djokovic 2-1-es győzelmet aratott a kanadai Milos Raonic felett az Egyesült Államok beli Cincinnati-ben zajló kemény pályás tenisztorna férfi versenyének negyed döntőjében. A legjobb szerb teniszező ellenfele a döntőbe jutásért a horvát Marin Cilic lesz. És eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Ma este tartotta a VMS Szent István napi központi rendezvényét Palicson. Óriási tömeg volt ma is a szerb-magyar határon, órákat vártak az átlépésre az utazók. Nagy Feró és a Beatrice lépett fel tegnap este a Bácskosút falvi rekkiben. 28 gyerek részvételével színjátszó tábor zajlik Kavillóban a Tanya Színház székházában. Köszönöm figyelmüket a panonrtv.com-on, még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, 7 órától élőben közvetítjük a palicsi Szent István napi ünnepséget. Viszontlátásra!